Szép napot kívánok mindenkinek. Vendégem a stúdióban Hajnal Gergely, a Magyar Tourette-szindróma Egyesületnek az elnöke. Jó reggelt kívánok. Valahol hallottunk erről a betegségről, de mégis a környezetünkben van valaki, aki érintett ebben, nagyon nehéz rájönni, hogy ez betegség vagy egy rossz szokás. Ön érintett ebben. Tehát gyerekkorában valami, azt olvastam, hogy a szülők korai halálához vezethető vissza lelkileg ez a dolog. Tehát ilyen lelki alapon is kialakulhat ez a betegség? Valóban 10 éves korom óta tikkelek, tehát tudom, vagyok Tourette-szindrómás, és a szüleim halálát követően 9, illetve 10 éves koromban hunytak el a szüleim, és ezt követően jelentkeztek az első tünetek, apróbb jelek, pislogás, hunyorgás, tehát ezek akaratlan, mozgásos és hangadásos tünetek tulajdonképpen. Nem nevezhetjük betegségnek, inkább ez egy tünetegyüttes, tulajdonképpen nem rossz szokás semmiképpen, tehát ez egy akaratlan tevékenység. A gyermekek viszketéshez hasonlítják, ugye az embernek, ha viszket a keze, muszáj megvakarja, egy olyan készítő érzés van, hogy meg kell vakarja az ember. Bennünk is egy ilyen feszültségi érzet alakul ki, amikor ezeket a tikkeket ki kell, hogy adjuk. És ha ezt kiadjuk, akkor tulajdonképpen valamelyest megkönnyebbülünk ettől. De így nem lehet ön észrevenni, hogy van ez a tikk, mert tudatosan ember próbál kontrollálni, tudatosan figyeli magát. Részben igen, valamint most például nekem le van kötve a figyelmem azzal, hogy erről beszélünk. Aha. Tehát, hogyha például csöndben kellene ülnöm egy szobában, vagy többet magammal, akkor folyamatosan fészkelődnék, és gyűlne bennem a feszültség és a hangadásos tikkeim is sokkal erőteljesebben jönnének elő. Mik azok a tünetek, vagy a tikkek önnél? Krákogás, hümmögés, dünnyögés, szipogás, szemhúzogatás, arcrángatózás, ugyanakkor vannak kézvámozgások is, de... Igen, tehát háromféle variáció. Egyik az a motorikus, amikor mindenféle hirtelen testmozgások, tehát rugás, felugrás, stb. Második ez a vokális, ami azt jelenti hangokat adni, és a harmadik, amikor ember csúnya szavakat akar kijön belőle. Jól tudom? Részben igen, a Tourette-szindrómások nagyjából 10%-ánál előfordulhat ilyen kísérő betegség, mint például a korpolália, amiről ön is beszélt, ez az akaratlan káromkodás, de lehetnek más kísérő betegségek is, például a kényszerbetegség, ADHD, amik nem azt jelentik, hogy minden Tourette-szindrómásnál jelentkeznek, mint ahogy az akaratlan káromkodás sem, tehát például nálam sincsen ez a kísérő betegség. Jó, hát körülbelül fokozatokról beszélünk. Így van, de van, akinél valóban akár ez is nehezíti az életét. Ember, tehát lehetséges, mert gyerekekre, és úgy tudom, hogy a férfiakra 30-40%-kal jobban hat, vagy nagyobb esélye. Ötször gyakoribb, mint a nőknél. Tehát ez kinövi az ember? Van esély arra, hogy kinövi? Hát ha számosítani kellene, vagy lehetne, akkor ez nagyjából úgy néz ki, hogy a 80%-uk a gyerekeknek kinövi felnőtt korára. Ez egy fejlődési rendellenesség, zavar egyébként. Az egy bizonyos területen nem fejlődött ki megfelelőképpen például nálam. Ez gyerekkorban, ugye ahogy fejlődik ez a terület, kinőhető, tehát utolérheti magát ez a terület, és valóban megszűnhetnek a tikkek 16-18 éves korára akár a gyermeknek. A Magyarországon hány embert érintheti ez a betegség? Hát pontos számot nem tudok, de minden tizedik gyermeknél jelentkeznek tikkek. Nehéz diagnosztizálni? Tehát, azért nehéz, mert megfigyelés alapon lehet ezt diagnosztizálni. Tehát jelen pillanatban nincsen olyan eszköz, olyan műszer, olyan vizsgálat, amivel egy vérvétel vagy ilyen módon ez diagnosztizálható lenne. Ezt a megfelelő szakemberek, akik ezzel foglalkoznak, tudják megfigyelés alapján, klinikai vizsgálat alapján ezt diagnosztizálni. De a környezetnek általában mi a reakciója? Ön mit tapasztalt? Furcsának gondolják, érdekli is őket, hogy mégis miért csinálja, tehát például én a munkahelyemen azért is kezdtem el erről beszélni, mert érdekelte őket, hogy kinéztek a monitor mögül, hogy
tűzszőr. Mit krákoksz már megint folyamatosan. Csuklász, stb. És akkor erre el kellett kezdenem olyan válaszokat adni, amivel meg tudom értetni, hogy tulajdonképpen miért is teszem ezt, mégis csak egy helyen dolgozunk, együtt töltjük a napjainkat. Úgyhogy mindenképpen a gyerekkorban az a nehézség ennek, hogy elkezdik gúnyolni, kiközösíteni a srácokat, így van, és ez borzasztó plusz feszültséget jelentett a Tourette-szindrómás gyerekeknek. De nagyon érdekes, én itt, amikor tudtam, hogy magával fogok beszélgetni, akkor kezdtem beszélgetni erről, és itt a kollégák is mondták, hogy volt egy olyan kollégám, aki állandóan orrot fújt, és mindenki, hogy ne szipogjál már fel. De ha tudunk arról, hogy ez nem rossz szokás, hanem ez a tik, tehát nem tehet róla, hogy belső kényszer, akkor emberek is másképpen állnak hozzá. De ez felnőtt társadalomban vonatkozik, mert a gyerek társadalom az más. Részben igen, de a gyerekeknél is, de a felnőtt társadalomban valóban az a legfontosabb, hogy beszéljünk róla, mert amikor beszélünk róla, akkor a legtöbb embert egyébként érdekli, hogy mi van a mögött, és rájönnek, hogy igen, nekem is van egy ilyen ismerősöm, nekem is van egy olyan ismerősöm, aki pislog, aki húzogatja az orrát, és egy picit jobban kézzel tudják fogni ezt a betegséget. Én hirtelen három nagyon híres embert találtam, Napóleonról tudjuk, hogy tikkes volt, vagy Molière-ről tudunk, vagy Mozart. Tehát ez a betegség, vagy ez a Tourette-szindróma, az egy gyűjtőfogalom, tehát ebben sokféle dolog belefér. Tehát a szellemi kapacitást nézve, nek semmi köze hozzá. Pontosan ugyanolyan tehetséges emberek vannak Tourette-szindrómásként, mint a hétköznapi életben. Tehát igazából engem sem hátráltat semmiben, talán csak saját magamat hátráltatom azért, mert azt gondolom, hogy ezzel mondjuk ezt erre nem vagyok képes, de ugyanúgy futballozom, ugyanúgy járok társaságba, ugyanúgy munkahelyem van, három gyermekem van, családos ember vagyok, tehát igazából az életben meg kellett találnom magam, a magam útját, a magam helyét, ez lehetett egy picit nehezebb mondjuk, mint hogyha ez nem lett volna. De embereknek más a reakciója, amikor tudják, hogy ez egy ilyen tik, ez egy ilyen, és akkor talán elfogadják, és akkor nincs megakadályozhatva semmiben az ember. Nagyon jó, hogy beszélgettünk erről, köszönöm, hogy eljött hozzánk.